Hóvirág ünnep. A forgatókönyvet Bohumil Hrabal novellája alapján Bohumil Hrabal és Jirzsi Mentzel írta. A főszerepben Rudolf Rusinski, Jaromir Hanzlik, József Szomr, Petr Csepek. Magyar hangok. Újlaki Dénes, Vég Péter, Maros Gábor, Szombati Gyula, Antal László, Csurka László, Szacsvai László, Szersény Gyula, Simon György, Győri Éla, I. és Mari, Rajhona Ádám, Zentai Lilla, Lesznek Tibor, Pásztor Erzsi, Besenyei Emma. Magyar szöveg Sára Ágnes, hangmérnök Steiner András, rendezőasszisztens Lakos Éva, vágó Nikodém Zsigmond, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Tomasevics Zorka. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Zene Jizsi Suszt, fényképezte Jizsi Macák, rendezte Jizsi Mentzel. Még látjuk egymást. De soha többé nem láttam. Tak znám jel, tak blízko, jak je můžou. Nem mondhatod komolyan, Alfred. Az akciót befejeztük, kapitány úr. Nagyszerű. Hány halott? 138. Ez jobb, mint amire számítottunk. Kávét? Én 2 cukorral kérem. Sokan hagynák ott a fogukat. Óriási veszteségek voltak. 138 indián és 47 ló. Vadászkert söröző. Az automatizálás, adott esetben pedig a robottechnika alkalmazása megfelelő helyet kap. Látszik, barát, itt volás!
A nemzetközi vásárokon való hivatalos részvétel a csehszlovák külkereskedelem legfontosabb propaganda tevékenysége. Sok vásáron csak... Én fiúk, erre. Mit csinálsz, hogy majd? Hova vész? Nem érj neked, akinek nem ingeneljön kerékpára. Nekem már még a lámpám, és hülyesik el az áru. Francában a büdösben mindig kívül. Megy belőlem. Gyerte. Tényleg, gyerekek, itt valami csúszik. Gyertek utána, mutatom a büdös. Kutyák is járnak erre menni. Itt csak árok van. Mi van, senki nem világi gyerek? Na, nem látok semmit. Ó! Hová mész, várjál már? Várjál már meg! Ahogyan mondtam! Jövök! Hé, mi a majdnem belém jöttem? Pihenjünk egyet! Elment a eszetet, mi van? Én itt alszom! Alszom, alszom, persze. Hát, sörben az igazság, nem a vicit. Tényleg pia nincs senki, nél már gyerekek. Ejnye, fiúk, micsoda dolog ez? Aki az országúton járműre ül, ne igyék. Csak úgy, mint az autós vagy a motorkerékpáros. Na, jól van, pajtikáim. Akkor most szépen sétáltok egyet. Úgy ám, a jó friss levegőn majd kiszellőzik a fejetek. Megdöglesztette a gumiainkat. Szorognunk hazafelé, mint a megvakított polgároknak. Thank you.
kert tulajdonosok Keszkónak. Milyen szép is volna itt az élet, ha ezek a rusnyott darazsak nem lennének. Az anyád is talált, te külök, már megint beszartál. Hát én azon verlek. Mikor tanulod már meg, hogy szóljál, ha Birire kell menned? Torkig vagyok veled. Hol a pokolba lehet? Hol van Jarina? Hol kóstálsz? Hol a kóságban tekerek szénember? Szibériai nőszirom? A fészkes fenéd. Fecskefű? Az sem. Akkor gyöngyvirág? Ne, ne. Búzavirág? Ne. Akkor orgona? Nem. Ma később fogják hozni a kenyere. De hát mégis akkor melyik virág? Mm. Azt mondja, a leges legszebb és itt terem. Mm. A kökörcsin? Nem. A füzike? Az sem az? Mm. Na most megvan. Akkor csak a Szent László füve lehet a szemicei dombon. Mm. A kiskert tulajdonosok Keszkónak. Akkor nem tudom, szabad a gazda. Talán a szibériai nőszirom, amelyik ott nyílik a négyes fasorban. Nem, nem az. Hát melyik? A krumplivirág. Ha én nem eszem knédlit ebédre, már kettőkor éhes vagyok. Én pedig krumplipárti vagyok. Krumplit a malacnak, a malacot meg ide nekem, sülve! De szép is volna itt az élet. Mi az? Hol kújtorogsz, fénember? Kivel trécselsz már megint? Merre vagy? Itt vagyok, gyönyörködöm. Micsoda? Már fél órája eltűntél. Negyed órája. De bizony, hogy fél órája. Jaj, de szép is volna itt az élet. Miket beszélsz, ha meg kell találhatozni, legalább bevallanád, mert én nézzem rád, hogy fél óra volt ismerde. Ha ezek a rúzsnyott darazsak nem lennének. Hagyd be, hogy fél óra volt! Bűnös vagyok, elismerem. A burgonyavirág olyan szép, mint az orhidea már a pincében, amikor csíráznak a szemek. A csírák akár a teüvegből készült csövecskék. Tavasszal, amikor elvetem a kicsirázott szemeket, finoman, óvatosan nyúlok hozzájuk, és eltemettem szépen a puha földbe, amely porhanyós, mint az őrölt kávé. Micsoda öröm, amikor az első hajtás kidugja a fejecskéjét a földből.
A burgonya virága lehelet finom, halvány lila szirmot hajt, középen apró sárga folt. És legvégül a tulajdon két kezemmel ásom ki a földből a világ legszebb növényének a termését. Biztos megszöktek a börtönből valamiféle huligánok. Éjszakára égve hagyom a villanyt a boltban. Illatát, meg a vargányáit. Fáta. No, ez derék. Remek volt, főnök. Gyönyörű szép állat, igaz-e, Franci úr? Csokló. A nép és a vadásztársaság nevében elkapzom a bicikliért, bocsánat. Pattanj rá és tekerj előre, mi meg a gyalog szaladunk utána. Álljon meg a menet, ki mondta, hogy én tudok bicikli? Hűj fel és tekerj, ne járjon a szál. Jarina! Vigyél haza! Mielőtt elkezdte volna gyúrni a tésztát, először begyújtott a kemencébe, bükkfával. Kiseperte a kemencét, és azután rakta be a mekkel tésztát, ezt az Isten áldást. De még előbb, mielőtt hozzálátott volna a gyúráshoz, hát kérem szépen, fogja már meg ezt a kerékpárt.
Szóval apus először kiment a ház elé, és az eget kémlelte. Mert az sem mindegy ám, milyen az idő, és az időjárástól függően adagolta a több vagy kevesebb kovászt a tésztához. Mert a kovász maga a végtelenség, az élet. Azért is hívják élesztőnek, mert életet ad a lisztnek. Apus a maradék keltésztát mindig egy vászonnal letakart kis teknőben tartotta. És elég volt, ha hozzáöntött egy kis langyos vizet, a tészta megdagadt az élesztőtől, és 50 cipót, 100 cipót, akár 150 cipót is süthetett belőle. Ez az igazi csoda. Szép dolog. Persze irigykednek rám, hogy olyan ABC-s könyvet csináltam, amiből már több mint 10 éve tanulnak olvasni a gyerekek. Ehhez a forráshoz járt minden vasárnap Jirászek professzor. Ivott ebből a jó vízből, és azt mondta, ez Közép-Európa legegészségesebb ásványvize. Szokatlanul nagy a nyüzsgés most a főúton. Várok még egy kicsit. Pogyebrádba megyünk ebédelni a barátnőmmel. Magának is trabantja van? Igen. Hálás jószág az is elnyűhetetlen. Kóstolót vittem a barátaimnak a disznótorra. Egyszer csak dőlni kezdett a kanna a hurkaleves. Én meg ahogy utána kaptam, lecsúsztam a kocsival az áron. Fel is borult. De neki semmi baja se lett. Csak az én hajam volt tele még 3 nap múlva is Gerslivel. Mondja, maga ért is a Trabanthoz. Én itt szakember hírében állok. Jegyezze meg, csak a saját kárán tanul az ember. Én marha. Egyszer, amikor egy tojástartó le akar csúszni az ülésről, ahelyett, hogy hagytam volna a csodába, megpróbáltam megmenteni azt a 20-at, mert azt a barátaimnak szántam. És az lett a vége, hogy a 20 helyett mind a 200 összetört. Egész nap pucoltuk belül a Trabantot. A résekből dróttal húzigáltuk ki a beszáradt tojásságáját. Tűzött a nap, mint a veszedelem. És olyan bűz lett, hogy még 2 hónap múlva is kénes szaga volt a kocsinak. Akár a pogyebrádi ásványvíznek. Ezért a beavatottakon kívül senkit nem merek beültetni a Trabantomba, mert még azt hinnék, hogy durrantottam egy nagyot. Hé! Hó, fiúk! Várjatok meg engem is! A fene egye meg. Sertésnek ezt a részét pedig combnak nevezzük. Biztosan tudjátok, hogy ebből készül a sonka. És itt látható az állatgerince, itt vannak a bordák, a bordák közötti hús a karajhús. Mi a baj, gyerekek? Tudom. Jó napot. Jól van, gyerekek. Visszaülhettek a helyetekre. Megengedi.
Maradjatok csöndben. Így ne. Szépen üljetek. Junek úr! Mester, kérem! A gyerekeim, ahogy birkoztak a heverőn, leverték ezt a tálat, és eltörött pont az angyalka popsiánál. Nem tudná megjavítani? Kérem, én akadémiát végzett képzőművész vagyok. Nem javítok popsikat. Ugyan már. Miből áll az magának? Kérem, én ABC-s könyvet csináltam a gyerekeknek, amiből már 10 éve tanulnak olvasni. Én nem alacsonyodhatom leholni angyalpopók javításához. Különösen, ha díjnyertes művész lesz majd belőlem. Vadász urak, ha már itt vannak, nem mondanának valamit, valami tanúságosat a gyerekeknek erről a szőrös fenevadról. Kedves gyerekek, ez az állat, amely előttetek fekszik, egy vaddisznó. Pontosabban vadka. A nőstényét kocának hívják, az állat szája vadásznyelven pofa. Itt látható, vagyis nem látható a vad szeme, amelynek fénye a halálos lövéstől az imént hunyt ki. Az állat bőrét sörte borítja. Kiömlött vére a vadvér. Úgy látszik, messzesedik az agyam. Hát nem elfelejtettem megvenni az 5 deka vajat. Még időben jött, most akartam zárni. De itt végre magunk közt vagyunk. Tudja, mester, férhez megy a lányom. Nem lenne otthon valami elrontott képe, azt adnám neki. Mit ért azon, hogy elrontott képe? Hát, egy olyan elfuserált képe. Kérem, én nem szoktam elfuserált képeket csinálni. Én akadémiát végzett festő vagyok. Ha már festök, olyat festök, amit tudok, és fizetek. Nem tudok visszaadni, már postáztam a kasszát. De tudja mit, mester? Lemérek egy rúd szalámit. Hát, az annyi, mint 27 korona 50. Adok egy üveg rumocskát, 2 vajat. Meg egy csomag gyufa, az pontosan 100 korona. Én vagy megföstöm, vagy nem föstöm meg. De elfuserált képem olyan nincs. Képtelenség. Hozzák már! Várjál, vigyázz! A vaddisznók szerelmi, az egy családi élete meghatóan szép. Úgy szeretik egymást, mint férj és feleség. Hely, akár egy medve fiú. Ez a fej a budapesti kiállításon, ha az első helyezés talán nem is, de a másodikat biztos elnyeri. Gyönyörű nap ez a mai. Várjunk csak. Ki ejtette el az állatot? Én. Akkor téged illet meg a vadászjog. A pejslé és a trófea. De az összes többi a miénk. Mert a megsebesített vad a mi körzetünkben múlt ki. Az iskolában múlt ki, és az iskola mindkét körzeté. Na igen, az iskola mindkét községé, de a vadászterület a mi községünké. De Janecek terítette le, és megmentette a gyerekek életét. Meg még a tanítónő is meghaltott volna. Jó, ebben igazad van. De a törvény és a szabályzat a mi oldalunkon áll. A vatkan a mi. Világos. Mi vagyunk a nap hősei. Mi futottunk 4 kilométert, és mi kockáztattuk az életünket, az iskolai katedrát. Minket, akik megszenvedtünk érte, vállaltuk a veszélyt. Éppen minket! Éppen minket zárnátok ki a vadászlakomából! Emberség! Az emberség törvénye a legfőbb. Az emberség és a józanész törvénye szerint a miénk. Ezt mindenkinek be kell látnia. Hé, hé! Yeah.
mit képzelsz? Hajba kapni egy nyomorult malac miatt! Mondhatom, szép példát mutattak a gyerekeknek! Hogy magyarázzam így meg nekik, hogy mi az a békés egymás mellett élés? Na hát! Kérem, legyen eszük! Vigyék el a zsákmányt valami semleges helyre! A vadászkertbe! Ott majd elkészítik a jóvadpecsenyét. Szerintem csipkebogyó lekvárral a legjobb. Na, rendezzenek egy közös lakomát. Egy-kettő, béküljenek ki! Vagy nincs elég viszálykodás a világon? No, megegyeztünk. Mikor legyen? Csak nem most szombaton legyen, hanem a jövő szombaton. Hogy a mostnak legyen ideje megpácolni. Nagyon helyes. A költségeket majd megfelezzük. Így kéne megoldani minden nemzetközi konfliktust. Gyerekek, rajta! Majd én felügyelek rá. Várjatok meg! Én meg saját kezére főzök hozzá igazi pacalleves, ahogy dukál! A mindenség itt, minek nekem a szalámi, amikor csak zöldséget szabad ennem? Ráadásul hűtőszekrényem sincs otthon. És mit csináljak a rummal? Én cukorbeteg vagyok, egyáltalán nem ihatok alkoholt. És ez a két vaj, őrület, csak megavasodik itt nekem. Jó napot, Junek úr! A vadászok letörték a pedálomat. Gyönyörű nap ez a mai, igaz? Mintha jó öreg Moni, vagy maga festette volna. Kész csókom, megengedi, hogy elkísérjem. Büszke vagyok, hogy tagja lehetek a vadásztársaságnak. Na, végre valami eredmény, csak így tovább. Na és szegény vaddisznó anyuka, a koca mama. Pif, puf, hordd a két szeme közé. Csak vár, és apuci sehol. Puf, puf. Na és a gyerekei, a kis malacok, csak várják, és apuci sehol. Ezt ismerem. Egyszer apu két napig nem jött haza. Csak a harmadik nap jött meg a taxi. Örültetek, amikor megláttátok a taxiban apukát, ugye? Egy frászt nem ült a taxiban. Csak elküldte a taxit a kocsmából a trombitáért. Puff! Vigyázott! Ügyesen! Na hozzátok, hozzátok! Micsoda fala! Ezt nevezem! De szép állat! Ne fértek el! Óvatosan te! Én már kisgyerekkoromban is zseni voltam. Megkérdezte tőlem a tisztelendő úr, melyik a legnagyobb katolikus ünnep. Erre én rávágtam, a disznót. Elmondom az öreg asszonynak. Megmentettük az iskolát, meg a gyerekeket!
Fúj, csak úgy dől belőled a pálinka bűz, de még romszagot is érzek. Megállj, csak érjünk haza. Őrmester úr, alázatosan jelentem, megünnepeltük azt a pompás győzelmet. Majd megünnepelnek én, csak kapjon a gyerek tüdőgyulladást. Tanteremben leteríteni egy vadkant, ilyen még nem volt. Még halani fognak róluk. Ez aztán a hőstet mondhatom. Az egész kerszkói erdőbe nem betegszik. Egy hét múlva megrendezzük a két vadásztársaság történelmi kordelejű találkozóját a vadászkertben. Te nem kéne vennem egy új kalapot? Majd megint telerókázzátok az erdőt. A kiskert tulajdonosok Kerszkónak. A kiskert tulajdonosok Kerszkónak. Tudom. Kertben most nyúzzák azt a hatalmas vaddisznót. Jöjjön maga is, szomszéd! Én ember! Gyere csak ide! Gyere már!
Anyuskám, nincs már egy csöpp ásványvíz sem a háznál. Ne menjek el a forráshoz. Hogy is nem? El tudunk mi menni magunk is. Hozhatnék nektek cigarettát. Van itthon cigarettánk egy hétre való. Mucikám, elugorhatnék sörért az ebédhez. Barna sör csapolnak, az szaporítja a vért. És a bárányok? Meg a birkák? Kocsmába venni sörért, jó? Ki a legelőre? Legeltetni! Vissza ne merj előbb jönni, mint egy óra múlva. Na. Húzzátok a beleteket. Mint szomszéd úr. A vadászkertben most nyúzzák a vadkant. Jöjjön maga is segíteni. Óriási üzletet csinálok. Ezt az ócskavasat elcserélem arra a bőre. A bőrt majd elcserélem egy kis villanymotorra, a motorért meg kapok egy használt motorbiciklit. Azért meg őszre, már ígértekem Héberle egy kecskemadót. Hova mész, te szégyentelen? Jó napot. Ma olyan nyomást érzek a mellemben. Depresszióban. Csak nehogy ráigyál arra a nyomásra! Vadász urak, megnyitom a vaddisznó lakomát szervező bizottság ülését. A vadkan legízletesebb része, uraim, a háta meg a combja, csipkebogyó mártással. Hozzá pajfali knédli dukál. Pajfali. Természetesen vászonkendőben főzve. Hagyományos módon a legjobb knédlivel és káposztával. Oh, de mi azért csipkebogyó mártást adunk hozzá. Káposztát! Csipkebogyó! Káposztát! Csipkebogyó! Káposztát! Csipkebogyó! Nem elég az, hogy a két falu örökösen hadilábon áll? Az asszonyok a földeken kapával esnek egymásnak, ha a határmesdjén találkoznak. Olyanok akár a gyerekek. Majd elkészítjük mindkét módra. Felét káposztával, felét hecsedlivel. Hm? Hát, ugye, melyik a legkedvesebb fám? A boróka. Á, ne. A kecskefűz? Ne. A fehérfűz? Ne. A rezgőnyárfa. Mert az a tavasz első aranylevelű hírnöke. Van ám egy új barátnőm. Az egy valóságos angyal. Meg fogja látni.
Bámulatos, ugye? Ez a vesszőparipám. Imádok olcsón szép dolgokat vásárolni. Némelyiknek van egy kis hibája. De hát ilyen potomáron a bolondnak is megéri. Gyönyörű, ugye? Adok egyet magának is. Mostanában nem divat, de majd divatba jön megint. Na igen, hát a gombok hiányoznak, meg a gombjukak is, mert a szabó, amikor csináltam, merev részek volt. Na de hagytam volna ott. Hiszen majdnem ingyenbe volt. Egy mellény 6 korona 50. Nevetséges. Na, ezzel aztán túltettem önmagamon. Egy-egy fél pár cipőért adtam 5 koronát. Rábeszéltem őket. Lyukat beszéltem a hasukba. A végén még az üzletvezető is kénytelen volt megadni magát. Mintha mindegyik ballábas lenne. Na, hát hogy ne lenne ballábos? Máskülönben nem adták volna ide ilyen olcsón. Ha? Nem bánom, ezt magának adom. Gátfutáshoz ne ezt húzza föl, de a műhelyben jól szolgálatot tesz. Nem fázik a lába. És itt vannak a vödreim. Mindnek Lukas a feneke. De szereztem kéz alatt raktapaszt. Ez is a magáé. Egy prima vödör. Kincstári. Meg egy leukoblaszt. És képzelje, egy vödör csak 90 fillér volt. Szinte ingyen, nem igaz? Nincs hozzá korong, de csak nem hagyom ott darabját 50 koronáért. A korongokat külön szereztem be. Majdnem minden. Na? Most pedig zenélünk egyet. Vettem 50 darab lemezt 1 koronáért. 25-öt csak a feléig lehet lejátszani. De a másik 25 a felétől szól a végéig. Berzsih Nikodém remete című dalával. Ez az én voltám. Ebben benne van az életem. Akkor nem egy hamar fog meghalni. És a koporsón fölött, amikor szép lassan a földbe eresztik, mi fog szólni? A remete. Berzsih Nikodém dala. Ah. Elég volt alvás és oszolj! Ezt hallgassa meg is éjjel! Hol rúgta be ilyen disznómód? Elvonok urá lenne mindkettőnek a helye! Ez az új barátném, akit mondtam. Egy tájképért kaptam cserébe. A hóköntösbe öltözött tájért.
kiskert tulajdonos a Kerszkónak. Harminc szál kolbászt csinálunk a vatkamból, 30-at. Vettünk 4 kiló marhahúst is a töltelékhez. Legyen olyan jó, jöjjön már el megnézni, amikor csináljuk. És odafigyelne a füstölésnél. Maga olyan jól ismeri a korzsánék hentesét, nem? Kérem szépen. Mester. Hát nem tudom, barátaim, de ezt nem tanácsolnám, mert én mindent felzabálok. Amikor hazajövök a munkából, egy óráig csak vásárolok, amíg a szatyor meg nem telik. Veszek 10 deka szalámit, 10 deka akármit, 15 deka véres disznósajtot, 20 deka simát, egy kis majonészt, ruszlit. Borzasztóan szeretem a ruszlit. Ahogy meglátok valamit a kirakatban, úgy megkívánom, hogy kiszalad az erő a lábamból. Összevásárolok mindent és megyek haza. Mi az, hogy megyek? Rohanok. Otthon aztán mindent befalok. Ülünk a televízió előtt, én pedig kapkodok. Zabálok és zabálok, míg egy morzsa sem marad az asztal. Na, ezt kivégeztük, mondom, mehetünk aludni. De éjfélkor arra ébredek, hogy éhes vagyok. Viaskodom a lelkiismeretemmel, de aztán azt mondom, le van ejtve. Kimegyek a spájzba, levágok 1/2 szalámit, beviszem magammal az ágyba és felfalom. Az asszom meg csak annyit mond félálomba, összenekend az ágy nem üt, és alszik tovább. De egy óra múlva megint felébredek, és nem bírom ki. Kimegyek, és bevágom a szalámi másik felé. És ez így meg reggelig, amikor bezabálok egy jókora oldalas leggelire. Ahogy mondom, barátaim, hát nem tudom. Milyen szép is volna itt az élet, ha én nem itt lennék, hanem máshol. Én ember, hol vagy? Apus, hol vagy? Hol tekered már meg? Apus, gyere vissza! Megállj, én ember! Apus! Ha nekem beteg leszel, majd meglátod! A kecskét! Várj csak, ezt nem úszod meg, vétekergő! Apus, na megállj, meglátod, na megállj csak. Csak gyere haza! Hová tűnt? Eltűnt ez az Isten verésed! Cudarú szomjas vagyok, porzik a vesém. Ez már megint bezárt. Engedj már bennünket! Hagyjatok már nyugton! Jó ember akár el úr, a fiataloknak is lángol kolbászt.
Sokára lesz kész, éhes vagyok. Én már nem bírom ki. Ha készen lesz, majd készen lesz. A kolbászos sört kell inni. Hess, nem mész innen? Ne türelmetlenkedj, kislányom. Várd ki a végét. Lágya. Lágya! Hallod, adjál sört. Szomjasak vagyunk. Tehettek nekem egy szívességet. Te is nekünk. Ne vigy minket a kísértésbe. Engedj már be bennünket. Csöndesek leszünk, mint a kisegere. A sör a kocsiban van, verjétek csapra ti. Na végre megjön! Ez az, végre jön. Gyertek! Ide velem! Mi az, ami nem megy, urai? Nem merjük csapra verni. Az előbb majdnem a lábamra esett. Szerencse, hogy épp erre karikáztam. Nem tudja megcsapni. Mondjam. Megengedik? Na, lássuk. Igen. Műszaki hiba, semmi sem. Jegyezzék meg, saját kárán tanul. Hogy ragad? Na, add el! Pohára. Mi az már üres? Mi van? Nincs több. Ilyen kevés. Nem is hapszik. Hát persze, hogy igen. Ne, folyik meg. Gratulálunk! Uraim! Ott csak semmi szemrehányást! Ne vegyék rossz néven! Én figyelmeztettem magukat, én megmondtam előre! Ami ennivalót látok, azt én befalom! Minden jót, ajánlom magamat! Négy szal kalbászt felfalt. Én megölöm. Négy rudat bezabált. Én ezt megfojtom, mese nincs, kinyulasztom, kitaposom a belét. Volt szíve felfalni négy szál kalbászt. Egy kicsit közelebb egymáshoz.
Én pedig filmre veszem ezt a nevezetes vadászlakomát. A levest mindenki számára egyformán készítették el. Az előételt és a ragut úgy szintén. Viselkedjenek úgy, mintha itt sem lennék. Hát akkor kikéri a vadkant Csipkebogyó Mártással és kikéri káposztával. Csipkebogyóval! Én dupla adag Nédlivel. De kár, hogy nem ehetek káposztát. Dús. Ezt a kamerát két zsák sörétért cseréltem. Lenne szíves továbbadni? Tessék, már is hozom a többit. Mit a felébe? Az csak ide. Nekünk nincs szégyellivalónk, a mi lelkiismeretünk tiszta. Mi nem loptunk semmit. Thank you.
Fúj tovább! Jó estét kívánok! Jó estét! Vettem a gumiaitokba új szelepeket. Azok helyett, amiket a múltkor elkoboztam. De remélem, hogy ma gyalog mentek haza. Köszönjük. Nehogy az legyen a vége, mint a legutóbb. Senkit meg ne sértsek, mind a kettőből Krawatte ist schön. Sie kostet 6 Mark. Gut, ich nehme die Krawatte. Möchten Sie noch etwas? Nein, danke, das ist alles. Od začátku však selhávala funkce kotelny, kapacita čistírny odpad. Levegőzöm,
mosakszom és lefekszem. És nem feledkezem meg a fogmosásról sem. Ha megengeditek, én is csatlakozom. Na nem baj, igazán nem ti tehettek róla. Megmosakszom. És most, uraim, mindenkit filmre veszek, hogy az emlék megmaradjon, ha már nem lesznek. Na most folytathatjuk a szórakozást. Vadász urak! Parancsnok úr! Akkor én most hazaszaladok, és éjfélre elhozom a pacallevest. Az éjféli pacallevest addig kell kevergetni, amíg egészen ki nem hűl, mert máskülönben megsűrűsödik a teteje, és akkor már önthetjük akár a disznókelé is. Tudod? Bőven alkalmazott, alacsonyabb színvonalú technológiáknál gyakran meghatározó a munkaintenzitás és annak változása. Ilyenkor nem a technológia diktálja a tempót, hanem a munkaintenzitás határozza meg a technológia átfutási idejét. Ezen a problémán csak a gépesítés színvonalának emelésével, műszaki fejlesztéssel lehet segíteni. A gépi eljárásoknak a műveleti sorban képviselt aránya és a gépesítés jellege igen fontos tényező. A termelékenység javítására ezen a területen lehet a leglátványosabban hatni. A tudatos fejlesztés révén ugyanis úgy lehet ugrásszerű növekedés terjedni, vagyok. Hogy csökken nincs az élő nincs semmi baj, csak egy halott fekszik az árokban a ház előtt. Színvonala. Ennyi, Leli úr, már megint mit művelt? Segíthetek valamit? Pacallevest vittem a barátaimnak. Hirtelen rám dudált az autóbusz. Én meg fogtam a kannát, nehogy kiömöljön a leves. Fáj valami? Tud lélegezni? Előre megyek. Come on!
Már kihívtuk a mentőket. Ne. A vadászkertbe kell mennem. Viszem a pacallevest a barátaimnak. Mind csak rám várnak. Vén ember, kellett ez neked? Egyszer majd nem megyünk el, érted? Megállj! Jaj! Nem kellett volna innom azt a pancsolt lötyöt. Jaj! Most kell neked. Jaj! Vissza már! Jaj!